Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Nyíregyházán edzőtáborozik a magyar férfi röplabda válogatott. Győzelemmel és a 12. helyen zárta a bajnokságot a Spari. 5 számban indul a Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A minimális célt elérte a szezonban a nyírbátori futballcsapat. Június 17-én 7-szer rendezik meg a Michelin Binga Fesztivált. 21 pontos előnnyel nyertek bajnokságot a balkáni labdarúgók. Nyíregyházán edzőtáborozik a magyar férfi röplabda válogatott. Az argentin Juan Manuel Barrial által irányított együttes a hétvégén Lvivben, a jövő hétvégén pedig a Continental Arénában játszik az Európa Ligában, Izrael, Ukrajna és Dánia társaságában. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy potenciála van a magyar röplabdába. Így van, hogy nem ismertem igazából senki, csak akik külföldön játszottak. Azokkal kommunikáltam, én úgy érzem, hogy ha jól oda tesszük magunkat, úgy, mint a stáb, mint a játékosok, akkor mindenképp jó reményeket tudunk elérni. Túl van már a csapat felkészülési tornákon, világbajnoki selejtező mérkőzéseken. Ezeken a meccseken milyen benyomás szerzett? Nekünk nem volt igazából meglepetés, mert tudtuk, hogy mi vár ránk ott kint. Természetesen nagyon-nagyon készültünk erre a selejtezőre, mert nekünk az volt a cél, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze, hogy nekünk inkább az Euroliga volt a szemünk előtt, és én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy jobb eredményeket érhettünk volna el, jól dolgoztak a srácok, nagyon pozitívum visszajelzéseket kaptunk, és nagyon pozitívan állunk elé a Euroligának. Mi a cél, mi az elvárás ezen a két tornán? Sicuramente que habíamos el sueño de cualificarci. Mindenképp a mai nap, már most kitűztük, hogy a továbbjutás a cél, a négy közéjutás. Természetesen, hogyha visszagondolok az egy hónappal ezelőtti indulásnál, akkor nem voltunk ennyire optimisták, de ahogy láttam, hogy a srácok hogy dolgoznak és milyen eredményeket értünk el, leszámítva edzőmeccsek alatt, mindenképp optimista vagyok, és bízok magunkban, hogy jó eredményeket érhetünk el. Persze ahhoz az is kell, hogy a játékosok elhiggyék, hogy lehet nyerni, meg kell tanulni nyerni, és hogy a fejben ott vagyunk maximálisan, akkor úgy gondolom, hogy nem lesz semmi gond. Több hete készül már együtt a magyar férfi röplabda válogatott, de mielőtt az előttünk álló feladatokról beszél, egy picit ejtsünk szót az elmúlt szezonról. Dél-Karában töltötted az elmúlt szezon, milyen csapatnál, milyen körülmények között és hogyan szerepeltetek? Mindenképpen más körülmények között, mint itthon. Én a koreai bajnokságban szerepelt a csapatom, Szőulban játszottunk, az edzőtábor maga Incheonban volt, a kettő között hát egy órás távolság volt busszal, oda csak a mérkőzések előtt mentünk edzeni, illetve a mérkőzéseinket játszottuk ott. A nézőszám miatt tették át a fővárosba a mérkőzés helyszínt. Színvonal ott kimondottan jó, 5-6 ezer szurkoló volt már a végén minden egyes mérkőzésünkön. Az edzőcsarnokunk is hát egy olyan 4-5-ször akkora volt, mint ez itt Nyíregyházán, csak ahol edzettünk. Minden körülmény adott volt, de szükség is volt rá az edzés mennyiség mellett. Csapatonként egy külföldi játékos szerepelhet, mekkora elismerés az, hogy a 7 külföldi elsőligás játékos között voltál az egyik? Mindenképp nagy elismerés, ketten voltunk magyarok, Baróti Árpi már másodszorra volt kint, nekem ez volt az első szezonom, és mind a ketten maradunk még egy-egy évet. Ez úgy működött, hogy jelentkeztek több százan ilyen próbajátékra, ahol végül meghívtak talán 40-et, és ebből a 40-ből ott a csapatok kiválogatták maguknak az egyet-egyet. Szóval mindenképp nagy elismerés volt mindkettőnknek, hogy bekerültünk. Térjünk át a válogatottra. Milyen ez a mostani nemzeti csapat? Ugye korábban voltak olyan időszakok, amikor a legjobb magyar játékosok nem nagyon vállalták a szereplést, te most itt vagy. Milyen jövő állat ez előtt a csapat előtt? Ez a szereplés az a mai napig kicsit érzékeny témakörül egy játékosnak, illetve a szövetségnek is. Most úgy néz ki, itt vagyunk, megpróbáljuk, lehetőség van a csapatban bőven. Az a baj, most már volt egy VB-s selejtezőnk is. Az előtte lévő felkészülési tornákon én nem voltam ilyen, arról nem tudok nyilatkozni, de a VB-s selejtezőn is úgy gondolom, hogy nálunk gyengébb csapatoktól kaptunk ki. Nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk, ami rég volt ilyen, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy hozni kellett volna ezeket a mérkőzéseket. Bízom benne, hogy most az Európa Liga során, amit a VB-s selejtezőn nem sikerült megcsinálni, azt majd most az Európa Ligába tudjuk hozni.
Amikor legutóbb beszélgetünk, csak elképzelésed volt arról, hogy milyen lesz majd a magyar csapat vezetőjeként dolgozni, most már túl vagytok, felkészülési tornákon, VB-selejtezőkön, edzőtábor közben vagytok. Hogyan érzed magad ebben a pozícióban? Egy hónap idő elteltével most már tényleg úgy megszoktam, hozzászoktam, de tényleg még egyszer kiemelem, hogy nekem ez egy nagy megtiszteltetés, hogy felkerek erre a státuszra, erre a címre. Én is, mint az edző, ahogy előttem elhangzott, én is optimista vagyok, mert tényleg, ahogy indultunk az edzőtáborba, nem is volt teljes keret a csapat, nem is voltunk teljes kerettel, de azóta csatlakoztak hozzánk játékosok, meghatározó játékosok, tényleg nagyon jól dolgoznak, nagyon meg vagyunk velük elégedve. Én nagyon bizakodó vagyok, én nagyon-nagyon hiszek bennük, és én bízom tényleg, hogy végre, nem tudom hány év után valami komoly eredményt el is tudunk érni. A játékosoknak alig, ha kellett téged bemutatni, milyen velük a kapcsolatod? Távolságtartó egyelőre. Nem viccet félretéve, én nagyon kevés játékos ismertem ebből a gárdából, már csak a kor miatt is, mert ugyebár azért a nagy része ilyen 20-23 év közötti, és azért én még nem volt nekem alkalmam velük találkozni. Legutóbbi válogatottságom, amikor még játékosként szerepeltem, akkor volt közülük talán 3 játékos a gárdába. Felnéznek rám, hallgatnak rám, ez nekem nagyon jól esik, megmondom őszintén. Én bízom benne, hogy amit tőlem tellik, az én tapasztalatomat átadva, ezt majd tudják is kamatoztatni a pályán. Legutóbb minőségi férfi röplabdát még abban az időben láthattak a nyíregyházi szurkolók, vagy megyebeli szurkolók, amikor még te is itt játszottál a bajnokcsapatban, aztán a 2 évvel ezelőtti junior VB-selejtezőn. Most milyen hangulatra számítasz, hiszen azért csak 3 nemzetközi Európa Liga meccset játszik majd itt a magyar csapat. Elsősorban is egy nagyon nagy segítség lenne, hogyha minél többen kilátogatnának a meccsekre. Persze, mint játékos is tudom, hogy egy jó közönség előtt sokkal könnyebb játszani. Én úgy gondolom, hogy egy olyan gárdával fogunk összeállni, fogunk kiállni pontosabban itt jövő hétvégei tornán, itt péntek, szombat, vasárnap, hogy aki ki fog látogatni, vagy illetve tévén fogja megtekinteni, mindenképp csak pozitív visszajelzést fog kapni. Ezt erre megesküszöm, mert tényleg nagyon jó a hangulat, remélem, hogy ez a pályán nem fog visszaütni. Ha úgy fognak tényleg játszani, hogy edzésen dolgoznak, nem lesz gond. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz, Dajka László együttese a zárófordulóban a Cigándot verte 3-1-re. A Spari végül a 12. helyen végzett a 20 csapatos mezőnyben. Nyilván az, hogy nyertünk, az egy nagyon jó dolog, de azért van bennünk némi hiányérzet itt a szezon közben, nem is kevés, hiszen nem így indultunk a szezonnak neki, úgy gondolom, hogy ősszel ott voltunk a tabella első felében, vezettünk is, aztán nem úgy jöttek sajnos az eredmények, ahogy szerettük volna. Egy nagyon hosszú szezon volt, úgyhogy nem úgy alakult semmi idén, ahogy azt elterveztük. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy jövőre tényleg azt a Sparit fogják látni majd a szurkolók, akit megérdemelnek, és amit mi is szeretnénk. Mátyus Jánossal kezdte a bajnokságot a csapat, Dajka Lászlóval fejezte be, aztán volt közben az ősz végén, tavasz elején egy időszak, amikor Weber György ült a kispadon. Mekkora nehézséget okoz ez, azért minden edző más karakter, minden edzőnek más az elvárása? Egy évben 3 edző azért az úgy nem egyszerű sem a csapatnak. Nyilván ezt nem veszi le a felelősséget rólunk a játékosokról, hogy nem úgy játszottunk, ahogy azt elvárták tőlünk, meg ahogy szerettünk volna. Úgyhogy nem egyszerű egy ilyen év után így bármit is mondani, hiszen a várakozáson alul teljesítettünk, úgyhogy bármelyik edző legyen, és úgy gondolom most már a végére, hogy kiegyenesedett a csapat. Úgyhogy én bízom a jó folytatásban, egy nagyon jó alapozás után pedig egy olyan szezonnak, ami végre olyan lesz, amilyet eltervezünk. A saját teljesítményeddel, szerepléseddel mennyire vagy elégedett? Ugye kulcsembernek érkeztél, csapatkapitány voltál. Mennyire hoztad azt, amit vártál magadtól? Én úgy érzem, hogy én megtettem mindent, amit tőlem telt. Nyilván voltak mérkőzések, ahol esetleg nem úgy ment, vagy nem úgy sikerült a játék. Itt gondolok arra főleg, hogy olyan mérkőzéseket vesztettünk el, vagy hoztuk döntetlenre, ami már a kezünkben volt, úgyhogy szeretnék tovább fejlődni, tovább javulni még, mert van hova. Úgyhogy de a jövőben is én ezt állom magamtól, és természetesen mindent megteszek a Spariért, hiszen itthon vagyok, és számomra ez
fontos és szívügyi kérdés, hogy a Nyíregyháza újra NB1-es tudjon lenni, újra NB1-es legyen, és már bízom abban, hogy ez akár jövőre is bekövetkezhet. Úgyhogy várjuk a változásokat, hogy milyen változások lesznek. Visszatérve egy picit az előző szezonhoz, de már utaltál a következő szezonra is. Most játszottál először NB2-ben. Milyen volt ez a 20 csapatos NB2, és milyen lehet a következő? Nagyon nehéz. Tehát számomra nem számítottam erre a borzasztó nagy, hogy is mondjam, tehát a csapatok visszaállnak, teljesen más játékot játszanak, mint NB1-ben. Úgyhogy ehhez alkalmazkodni kellett. Rendesen faragtak is úgy engem az egész év folyamán. Nagyon sokat kaptam, hozzá kell szokni, alkalmazkodni kell, hiszen azért vagyunk itt. Néhányan ugye kulcsjátékosok, hogy ezeket a mérkőzéseket, amin brusztal vagy küzdéssel kell nyerni, azokhoz is hozzátegyük a saját magunkét, és eldöntsük a meccseket. Jelen állás szerint alaposan átalakul a Spari játékos kerete. A keddi szezonzáró ebéd után elkezdődtek a tárgyalások a játékosokkal. Amíg élő szerződéssel rendelkező futballisták közül megfelelő ajánlat esetén távozhat Harsányi Zoltán, Máté Péter, Tamási Zsolt, Cisza Tibor, Úr László és Vámos Márk. A lejár szerződésű labdarúgók közül biztosan nem marad a klub játékosa Dvorsák Gábor, Pálinkás Gergő, Perger Bence és Törtei Tamás. Utóbbi a klub utánpótlásánál edzőként folytatja pályafutását. Gőzerővel készül a nyári budapesti Masters világbajnokságra Szokoldi Anna. A nyíregyházi úszónő 5 számban indul majd a VB-n. Szeptember óta edzek Gyula Sándorral, heti 5 vagy 6 nap attól függ, hogy versenyek miatt hogy tudok edzeni. Hát nagyon erős felkészülés van, 6-7000 métereket úszunk, ma is úgy tudom 7000 méter lesz az adag. Legutóbbi világbajnokságon Kazanyban 3 ezüstérmet szereztél, most milyen számokban indulsz, és mi a célkitűzésed? Először kezdünk augusztus 10-én 3 kilométerre Balatonfüreden, utána lesz 800 gyors, 400 gyors, 200 gyors, meg 400 vegyes, tehát 4 medencés szám és egy nyílt vízi. Milyen reményekkel indulsz? Nagy reményekkel indulunk, hát azért készülünk ennyit, meg azért úszok a gyerekekkel is, hogy minél jobban tudjak felkészülni. Mert eddig egyedül edzettem, most pedig a jövő bajnokai gyerekekkel edzek, 15 gyerekkel. Az aktív sportolók azt mondják, hogy teljesen más egy hazai rendezési világverseny, mint ha másút kell küzdőtérre lépniük, vagy rajtkörre állniuk, vagy bármilyen sportágban indulnunk. Egy szenior versenyzőnél hogy van ez? Hát szerintem sokkal, sokkal jobb lesz itthon versenyezni, sok lesz szurkoló, jönnek az ismerősök, rokonok, barátok, szerintem nagyon-nagyon szuper lesz most itt versenyezni, pláne meg nem is kell utazni, és haza is fogok tudni jönni két szám között, mert a 400 gyors és a 200 gyors között van 3 nap, úgyhogy a családommal is tudok egy picit lenni, hogy feltöltődjek. Kazányban a korosztály felső határánál voltam, most viszont korosztályt váltva a 45-50 közötti mezőnyben legfiatalabbnak leszel mondható. Ez mekkora előnyt jelent, mekkora esélyt jelent, és nézed-e, figyeled-e az ellenfelek eredményeit? Persze, figyelem, nap mint nap megnézem őket, összehasonlítom. Sokkal másabb, egy 5 év alatt nagyon sokat lehet fejlődni, és illetve sokkal másabb azért az ember, vagy mint a versenytársak is, nagyobb esélyünk van azért most, vagy nagyobb esélyem van most úszni, mint akkor volt. Mekkora mezőnyre lehet számítani, a hírek szerint több ezen indulnak majd? Hát eddig azt hiszem 6000-en jelentkeztek a korcsoportokban, nem tudom, mert ezekről nem tudunk semmiféle információt, még amíg le nem zárul nevezés, június végén zárul le. Milyen nagyobb versenyeken indultál ebben az évben, és milyen eredményekkel? Legutóbb Eindhovenben voltam, ott 1500 gyorsan úsztam, nagy országos csúcsot, minden versenyen indulok egyébként. Most hétvégén Csongrádra megyek, utána megyek Gyulára, majd megyek Szlovákiába, és utána már lesz az vagy a világbajnokság. A minimális célkitűzést teljesítve bennmaradt az NB3-ban a nyírbátori futballcsapat. Ambrusz Árpád együttese a 11. helyen végzett a keleti csoport 18 csapatos mezőnyében.
A csapat egy hullámvasúton volt az egész bajnokság során. Jól kezdtünk, visszaestünk, aztán nagyon előre léptünk, majd a végén, úgymond a középmezőny végén végeztünk. Annak ellenére, hogy 11. vagyunk, pár pontra volt csak a 4.-5. hely. Összességében elégedett vagyok. Ebben a szezonban sem maradt el a most már az utóbbi években szokásosnak mondható edzőváltás. Ez volt a bemaradás kulcsa? Én úgy gondolom, hogy van köze az edzőváltásnak a bennmaradáshoz. Úgy gondolom, hogy a váltással felrázta a csapatot, és egy olyan úton indult el, ami biztosította a bennmaradást. A két meccset ki kell emelni, egyet pozitív, egyet negatív értelemben, melyik volt ez a kettő a bajnokság során? Talán egy otthoni 3-3-os Jászberény elleni meccset emelnék ki, ahol szerintem egy nagyon magas színvonalú mérkőzés volt, és talán még más osztályban is megállta volna a helyét. Hát negatívot nem szeretnék kiemelni, ilyenkor már csak a szépre kell emlékezni. Az anyagi hátteret, a tárgyi feltételeket tekintve milyen körülmények között tudtok dolgozni Nyírbátorban? A tárgyi feltételeink adottak az osztályban szereplő csapatokhoz képest, talán még jobbnak is mondható, bár mindig van célunk, hogy mit szeretnénk fejleszteni, és az anyagi feltételeink azok már szerényebbek. Úgy gondolom, hogy ebbe az osztályba inkább az utolsó harmadban tartozunk, de igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy elég legyen mindenre. A bajnokság zárása után általában mindig megindul a játékos keringő. Kit lehet már tudni, hogy biztosan távozik Nyírbátorba, és van-e már biztos érkező? Még konkrétum nincsen, de úgy látom, hogy mint a megyében hasonló szinten szereplő többi csapatoknál, ugye már bejelentettek igen hosszú sort, akik távoznak a csapattól. Úgy érzékelem, hogy talán nálunk is egy kicsit nagyobb változás lesz, mint ami megszokott. Most ez a trend. Talán nem mindenütt nyújtottak olyan teljesítményt a játékosok, ami elfogadható. Meglátjuk, nagyon hosszú még az átigazolási piac, mi arra törekszünk, hogy minél fiatalabb csapatunk legyen, és minél több a városhoz közel lakó szerepeljen a csapatban. Marad-e Ambrusz Árpád a szakmai munka irányítója? Igen, marad. Már lassan kezdi elérni azt a szintet, amikor lesz végzettsége is hozzá, de addig áthidaló megoldást alkalmazunk, de a bajnokságot, ahogy befejeztük, a szakmai stáb ugyanúgy fogja elkezdeni a következő évet. Mikor kezdődik a felkészülés? Július 4-én kezdünk, tehát egy szűk hónap van a játékosoknak a pihenésre. Addig reméljük, hogy már a keret nagy része is ki fog alakulni, és július 8-án már az első edzőmeccset is le fogjuk játszani Kisvárda csapatával. Június 17-én szombaton 7. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Michelin-Bringa Fesztivált. A szervezők a megszokott programok mellett újdonságokkal is várják a résztvevőket. A cél az most is a biztonságos közlekedésnek a propagálása és a kerékpáros közlekedésnek az elősegítése. Ami közös program a korábbi évekhez hasonlóan, az egyrészt a Kids Arena, ahol a gyerekek mindenfajta ügyességi pályán próbálják ki magukat 12 éves korig, illetve szintén ugyanilyen visszatérő rendezvény a Vidám Kerekezés, ami egy órakor fog majd indulni, és a cél most is Sóstó, illetve onnan vissza a városközpontba. Mivel bővül a program? Legnagyobb újdonság, azt gondolom, az a középiskolások számára hirdetett maketverseny. Arra kértük a középiskolásokat, hogy tervezzék meg a jövő városát, milyennek képzelik ők. Szintén újdonság a kerékpáros divat bemutató show, ami eddig nem volt. Fogunk a színpadon beszélgetni egy kerékpár váz dizájnerrel, illetve a digitális programjaink is bővültek új játékokkal, új virtuális valóság bemutatókkal. Az elmúlt években 2000-en, sőt néha 2000-nél is többen vettek részt ezen a rendezvényen. Most hány résztvevőre számítanak a szervezők? Legalább ennyire is, még többre is ennél. Meddig és hol lehet nevezni el a rendezvényre? Nevezni lehet a helyszínen és egészen a futamok indulásáig, de mivel azt gondoljuk, hogy sokan lesznek, ezért azt javasoljuk, hogy jelentkezzen mindenki online. Ez pedig a www.michelinbringafesztivál.hu címen teheti meg. Mikor kezdődik a program és előreláthatólag mikor zárul? Már egészen 9 órától várjuk a résztvevőket a téren, 9.30-tól fog indulni a rendezvény hivatalosan, de 9-kor már lehet regisztrálni a gyerekfutamokra, és várhatóan délután 3:30 körül fog majd zárulni. A 6. helyen zárta a szezont az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NKC 14 győzelem mellett 12-szer szenvedett vereséget.
A bajnokság kezdet előtt azt fogalmaztuk meg, hogy mindenképpen szeretnénk az első hatban lenni. Ugye ennek a sorozatnak a Ferencváros azért kiemelkedő szereplője volt. Ugye az volt a kérdés, hogy egyáltalán fog-e pontot veszíteni, úgy nyeri meg a bajnokságot, hát nem vesztett. És az összes többi csapat, azt mondom, hogy a pillanatnyi forma alapján jöttek az eredmények. Valóban az ősz az sokkal jobban sikerült a csapatunk számára, hiszen a harmadik helyen zártuk a tabellát. A tavasszal ez a jó szereplés, ez egy picit megrekedt. Azóta azért sokszor és sokféleképpen elemeztük ezt a hatodik helyet. Valójában a minimális célkitűzést teljesítettük, azonban én azt gondolom, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettünk, azt mindenképpen szeretnénk a jövőben majd javítani. Kik voltak azok, akik kiemelkedőt nyújtottak, és el lehet nevesíteni, kik azok, akiktől többet várt a szakmai stáb? Nagyon nehéz, megmondom miért. A tavasszal azt láttam, hogy nem működött a csapat, illetve az edző által elképzelt dolgok. Tehát itt ugye volt egy edzőváltás évközben, ez többek között annak is szólt. A másik, hogy rengeteg sérültünk volt, és ugye a Bécsi Jani teljes fél szezont kihagyta, a Brown Bruno szintén hosszú ideig volt sérült, Kaplani Zoli megsérült a végén, az Erdős Zoli, aztán az Urbán Egon, aki kettőssel volt nálunk, illetve a Sándor Ákos, ők kevesebbet tudtak, úgyhogy nehéz volt, sokszor nem is azon a poszton játszottak a játékosaink, ahol kellett volna, így nehéz, hogy most ki nyújtott jó teljesítményt. Én azt gondolom, a Varga Laci mindenképpen őt meg kell említeni ebben a dologban. Ahol hiányérzetem volt, az a kapusoknak a produkciója, illetve a védekezésünk sem volt acélos, de talán ami a legjobban fáj nekem, hogy egy csapat sikerét mindig meghatározza az, hogy a játékosok tudnak együtt és egymásért küzdeni. Ez sokszor hiányzott. Éppen ezért, ahogy mondtam, tanulva ezekből a hibákból, jövőre teljesen másképp képzeljük el a kézlabdát. Ez mit jelent konkrét? Ugye most kezdődik a nyári szünet, de aztán elszaladt hamar az a néhány hét, és kezdeni kell a felkészülést. Egyrészt az a kérdés, kik kell, másrészt az, hogy milyen célokkal, mert úgy tűnik, hogy azért a másodosztályban is erősítgetnek a csapatok, és egyre több helyen van, egyre több pénz, és egyre több helyen vannak komolyabb célok. Így van. Ugye, ahogy a Veszprém, illetve a Szeged Tatabánya jó szerepel, nem csak a hazai, hanem nemzetközi bajnokságban. Igen, ez nagyon sokszor felértékelődik, tehát fentről lefelé gyűrűzve felértékelődnek a játékosoknak az ára is, ami nem mindig párosul a teljesítménnyel. Úgyhogy valóban egyrészt több pénzből gazdálkodnak a klubok, másrészt pedig komolyabb célokat határoznak meg, vagy fogalmaznak meg maguknak. Úgyhogy nekünk is követnünk kell ezt, ha nem is feltétlenül azokat a módszereket átvéve, de mindenképpen egy olyan csapatot kell most építenünk a jövő évben, tehát most a 17-18-as bajnokságban, azokat az alapokat kell nekünk majd lerakni, akik a 2018-19-es bajnokságban mindenképpen az első hatban fognak végezni, hiszen azt követően ugye összevonják majd a kelet, illetve a nyugati bajnokságot, tehát nem lesz kelet-nyugati, hanem egy csoportos lesz az NB1B, úgyhogy mi ebben mindenképpen szeretnénk ott lenni. Ennek megfelelően már most az ősszel elkezdtük a csapat megerősítését és a megfiatalítását. Mit lehet tudni a szakmai stábról? Egyelőre bizalmat szavaztunk a Bécsi Jánosnak, ugye ő 4 fordulóval a bajnokság vége előtt vette át a csapat irányítását. Csodát ő sem tudott tenni, kevés volt a lehetőség, én Janiban hiszek és bízok benne, és remélem, hogy ezeket a elvárt eredményeket ő tudja nekünk produkálni. Nem lesz könnyű helyzetben, azt is el kell mondani, hiszen egy teljesen átalakított csapattal fogunk majd találkozni szeptemberben. Fiatalokat szeretnénk beépíteni, és akiket már igazoltunk, és akiket igazolunk, azok szintén ez egy 20 éves korosztály. Mondhatom azt, hogy szinte nem lesz 30 év feletti játékosunk. Említetted az átalakított csapatot, a biztos távozók nevét lehet-e már tudni? Igen, amit én nagyon sajnálok, az a Kaplonyi Zolynak a távozása, de ő nem távozik tulajdonképpen, ő abba hagyja az aktív kézlabdázást. Ő egy nagyszerű ember, egy nagyszerű csapatjátékos, aki nagyon sokat tett a nyíregyházi kézlabdáért, amit én ezúton is köszönök neki. Őneki mindenképpen szeretnénk itt a csapat környékén valamilyen feladatot adni, úgyhogy ő mindenképpen több szempontból is érzékeny veszteség a klub számára. Aki biztos távozik, az a Páncél Zoltán, ő 3 évet töltött nálunk, ő hazatér Békés Csabára, Békésen fogja tovább folytatni
a pályafutását, és még vannak kérdőjelek, de én azt gondolom, hogy egy 6-7-8 új játékos mindenképpen fog érkezni, illetve a most junior bajnok csapatból legalább 4-5 játékos fog már most a felnőtt csapattal készülni, sőt, hogy tovább menjek, a most serdülőből kiöregedett és már a serdülő válogatott környékén is szerephez jutó játékosok közül 3-an fognak a felnőtt csapattal készülni, tehát egy fiatal, dinamikus csapatot szeretnénk kialakítani a jövőben. Bár az utolsó fordulóban Bartoló Rendházán elvesztette 57 meccsen át tartó veretlenségét, a Balkány Mirvai László együttese 21 pontos előnnyel végzett az élen a labdarúgó megyei első osztályban. Úgy indultunk neki, hogy dobogó, aztán megmondom őszintén, hogy a végén úgy középtájnál már láttuk, hogy van esélyünk akár a bajnoki címre is. Hát senki nem gondoltam, hogy 57 veretlen meccsig eljutunk, 10-et is nehéz összehozni, nem hogy 57-et. Újoncként meg különösen nagy dolog ez, de hát én azt gondolom, hogy olyan csapategység volt és olyan háttér, hogy nekünk csak dolgozni kellett és tenni kellett a dolgunkat. Párosi László polgármester úr, Olá János alpolgármester úr rengeteget tett 2 év alatt a labdarúgásért, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, és hát remélem, hogy tovább is támogatnak majd minket. Mivel nőtt ennyivel a mezőny fölé a Balkány? Én azt mondom, hogy játékban szerintem mi voltunk a legjobbak, legtöbbet rúgtuk, legkevesebbet kaptuk, és hát szerintem nagyon egységesek voltunk, ez másképp különben nem is jöhetett volna ennyi győzelem, meg ilyen veretlenségi sorozat, hogyha nem vagyunk egységesek, és nyugodt körülmények között dolgoztunk, és ez természetesen hozta magával az eredményt is. Ki lehet, vagy egyetlen ki kell valakit emelni a csapatból? Az egész csapatot, itt tényleg a cserék is, ha beálltak, hozzátettek, mind a 18 játékos előtte a kalappal. Sajnálom, hogy nem lehetett a Somogyi Márknak és a Lipcsei Márknak részese, nem lehetett ennek a sikernek, hiszen ugye megműtötték őket, de hát egy pár meccsen játszottak, nekik is csak köszönettel tartozom és megtartozunk, és hát reméljük, hogy felépülnek a térre is, és a csapatnak a erősségei lehetnek majd. Mekkora lett a futballáz az elmúlt 2 évben Balkányban? Szeretik a csapatot, sokan kijártak a meccseinkre, van egy B-középünk, akik előtt megemelem a kalapon, minden meccsre elkísértek minket. A rangadókra külön megszervezték a szurkolótábort, úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagy család voltunk mi így együtt, hát reméljük, hogy ez a család együtt marad, mert ugye most jön az átigazási időszak, ami nagyon nehéz időszak, reméljük, hogy együtt tudjuk tartani a csapatot, és 3-4 játékossal meg tudjuk erősíteni. A bajnoki cím után jönne az osztályváltás, amihez egy osztályozót kellett volna játszani, viszont a Balkány nem él ezzel a lehetősége. Miért? Azért, mert egy a pályánk még nem fog elkészülni, úgy tudjuk, hogy jövőre kezdődik a beruházás, és azt nem tehettük meg, hogy a szurkolóink idegenbe járjanak a meccseinkre, a hazai meccseinket idegenbe kellett volna játszani, nem akartuk elveszteni őket, meg az észszerűség is az diktálta, hogy így nem szabad belevágni egy ilyen félprofi bajnokságban, mint az NBA-nunk. Még nincs vége a szezonnak, következik egy megyei kupadöntő. Milyen esélyekkel, milyen reményekkel, meg gondolom azért az is motiválja a játékosokat, hogy egy kupagyőzelembe zárják a szezont. Igen, ez engem motivál, aztán, hogy a játékosokat mennyire, azt nem tudom, mert nagyon fáradtak. Nagyon szenvedtünk már az utolsó 3 fordulóba, most is Karászon is szenvedtünk, tehát megpróbálom őket valahogy felrázni. Nem tudom, mennyire fog sikerülni, hát egy városi stadionba egy döntőt játszani egy olyan baktával, aki elvette a veretlenségünket. Ha ez nem fogja őket motiválni, hogy visszavágjanak nekik, akkor kicsit el leszek keseredve, bízok a fiúkba, és reméljük, hogy meg lesz a kupa győzelem is. Ennyi fért a mai Sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.